and sexy. Alright? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. A Nordic Walkinggal az interneten találkoztam, gyakran feltűnt ott. Aztán a Facebookon fedeztem fel Szabó Mártát, aki ezt Komáromban műveli. Ennek nagyon megörültem. Már azelőtt is ismertem őt, ám ezúttal más oldaláról is sikerült megismernem. El kell mondanom, hogy a vészhelyzet során elkezdtem gyakrabban járni a természetbe, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy fontos lenne, ha ezeknek a sétáknak értelmük is lenne, és tennék valamit az egészségem megőrzése érdekében. Akkor figyeltem fel arra szintén az interneten, hogy Szabó Márta kurzusokat is csinál, és azonnal jelentkeztem. Nagyon lelkes lettem, és most már rendszeresen járok. Mindenkinek melegen ajánlom ezt, mert ez egy nagyon jó dolog több szempontból is. Én személy szerint nagyon jól érzem magam benne, és ráébredtem arra, hogy ez számomra a legmegfelelőbb mozgásforma. Mindeddig nálam nem vált be sem a futás, sem pedig a edzőterem. Sok mindent kipróbáltam már, de a séta számomra a legmegfelelőbb. Ha ezt művelem, egyenesen tartom a gerincem, építem az egészségem, és a lelkemnek is jót tesz. Ez nagyon szuper. Nagyon szívesen járok egyedül is, de azok a lányok, akik járnak hozzám a Nordic Walking kurzusra, alkalmanként velem tartanak. Mindig előzetesen elárulom nekik, hogy mikor készülök a természetbe, és ők csatlakoznak. Néha többen vannak, néha kevesebben, néha egyedül megyek, mert ez nagyon jó. Az ember elméjét kitisztítja, és rendezi a gondolatait. Nem lehet azt mondani, hogy létezne bárki, akinek ezt ne ajánlanám, de ha valakinek komoly kórképe van, akkor azt szoktam javasolni, hogy egyeztessen orvossal. Valóban bárki csinálhatja ezt, már az 5-6 éves gyerek is épp úgy, mint a szépkorúak, bárki számára megtanulható. Mindig csak annyit csinálunk belőle, amennyit bírunk. Mindenhol és bármikor lehet csinálni, akinek van kondíciója, mehet. A Nordic Walking egy egészségtámogató sportos tevékenység, a legolcsóbb sport. Tulajdonképpen a sétapálcákon túl nincs semmire sem ehhez szükség. Ezek a pálcák olyan 50 euró környékén mozognak, persze vannak drágábbak is. Minden esetre nem szoktam azt javasolni, hogy az ember azelőtt vásároljon saját botot, mielőtt ezt a kurzuson kipróbálná, mert a kurzus ára magába foglalja a pálcák kölcsönzési díját is. A kurzuson ezt mindenki kipróbálhatja, majd szabadon dönthet arról, hogy akar-e saját botokat. Általában akciós túrabotokat vesznek az emberek, és azokkal nem lehet sikerrel végezni a Nordic Walking sportágat. Az öltözék tekintetében mindenkinek van otthon hagyományos melegítője és sportcipője is, fontos, hogy a bokánk szabadon mozoghasson. Régebben egészségügyi gondjaim voltak az ízületeimmel és a hátgerincemmel, ezért olyan sportágat akartam választani, ami ebben nekem segít. Így találtam rá a Nordic Walkingra. Azután felkerestem egy tanfolyamot, ahol sikerült elsajátítanom az alapokat. Aztán az nekem nagyon megtetszett. Éppen a Tátrában voltam akkor, amikor az Európa-bajnokság zajlott a sportágban, és ott figyeltem meg azt, hogy hogyan kell a botokat helyesen használni. Aztán elvégeztem egy oktatói kurzust, minőségi pálcákat vásároltam, és mindig jobbá és jobbá váltam. Most minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy vigyem a sportág jó hírét, mert ez valóban egy nagyon jó dolog, testnek és léleknek egyaránt. Úgy gondolom, hogy csak úgy céltalanul bolyongani nagy kár. Természetesen minden séta hasznos, de ha helyes technikával űzöm a Nordic Walkingot, akkor az a testemnek a sima sétánál sokkal hasznosabb.